Nagy szeretettel köszöntöm Németh Emmát, a Szociális Testvérek Társaságának elöljáróját. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen, és én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Örülök, Emma testvér, hogy el tudtál jönni hozzánk, és hát említettem a vízkeresztet, hiszen Slagta Margit halálának évfordulója. Igen, és nem is akármilyen, hiszen az 50. évfordulót ünnepeltük most vízkeresztkor, nagyon szerényen és egyszerűen. Volt egy hálóadó szentmise a Pesti Ferences templomban délelőtt 10 órakor, aztán pedig a tavalyihoz hasonlóan idén is együtt kimentünk a sírjához, a kerepesi temetőbe, hiszen a 2021 óta annak örülünk, hogy itthon vannak Slagta Margit földi maradványai, és így kicsit kézzel foghatóbb a vele való kapcsolat, és talán ez a mi szolgálatunkban, küldetésünkben, karizmánkban is egy többletet jelent. Egy kicsit azért mesélj arról, hogy mit jelent ő a számodra. Tavaly azért eléggé igyekeztetek felhívni a figyelmet a jubileum kapcsán, egy másik jubileum kapcsán az ő életére is. Igen, tehát ő 140 évvel ezelőtt született, tehát nem beláthatatlan távlatokban, tehát nem egy középkori szent, vagy még korábbi, illetve hát nem is szent és nem is boldog, de számunkra nagyon sokat jelentő. Azt mondjuk róla, amit Erdő Péter bíboros úr az újratemetésekor meg is fogalmazott, hogy proféta volt. Ezt a társaság egy korábbi általános elöljárója egy cikkében le is írta, hogy nagyon sokféle módon volt ő proféta. A Szentlélek Úristenre hagyatkozott rendkívüli módon, és a Szentlélek Úristen vezetésével hihetetlen nagy dolgokra vállalkozott, és olyasmiket vett észre, amit abban a korban más nem. Tehát egyrészt az irgalom, Isten irgalma volt számára hihetetlenül fontos, az ő életmottója is ez volt, Jézusom irgalom. Aztán a Szociális Testvérek Társasága első éves mottója is ez volt, ez a Jézusom irgalom, hogy annyi irgalmatlanságot, nehézséget, bajt tapasztalunk, és hogy hogyan lehet az Isten irgalmát közvetíteni ezek között a körülmények között, ez számára rendkívül fontos volt. Azt is mondta magáról, hogy nem politikus, ugye parlamenti képviselő volt 3 ciklusban is, de hogy ő a boldogságot szerette volna képviselni a parlamentben. Azt mondta, hogy ez az egyetlen politikai programom, a boldogság képviselete a parlamentben, illetve hogy az árva közügyeknek legyen az anyja, és valóban a gyermeknő és a családvédelem volt az egyik központi témája, nem csak neki, hanem nekünk testvéreknek is ez az egyik fő feladatunk. Aztán meg az is, hogy az emberek ideig való és örök boldogságát szolgálni, tehát tulajdonképpen az üdvösséget, hiszen a földi boldogságunk is ezen múlik, hogy mennyire ismerjük fel Isten szeretetét, Isten tervét az életünkről, akkor tudunk harmóniában lenni önmagunkkal, Istennel és a világgal, ha ezt egyre inkább felismerjük. És hát Slagta Margit ebben volt hihetetlenül jó. Nagyon sokféle, sok mindent lehetne róla mondani. Hát azért elég törő is volt, ha azt mondjuk 140 éve született, akkor talán még választójoga se volt a nőknek, és hát ahogy említetted, 3-szor meg képviselő lett. Tehát azért ez egy eleve egy különlegessé teszi az ő példáját előttünk. Pontosan, tehát ő a keresztény feminizmusnak is az egyik nagy alakja volt, a keresztény női tábor megalakítója, és hát az is nagyon szép, hogy éppen vízkeresztkor hívta őt haza az Úristen, azon a napon, amikor a keresztény női tábornak az évzáró és évnyitó seregszemléje volt minden évben, nem akárhol, a Vigadóban. És ott mutatták be mindazt, ami az előző évben volt, és alkották meg a tervet a következő évre, és hát ez a kinyilvánítás ünnepe, és tulajdonképpen ezen az ünnepen hívta őt haza az Úristen. De hát úttörő volt abban is, ahogy a különböző ideológiákkal szembeszállt, és felismerte azoknak
a sajátosságait, azt, hogy miért tartalmasak, ahogy az üldözöttek mellé állt, és hát sorolhatnánk még, de hát a szociális munkában is, hiszen ő alapította Magyarország első korszerű női szociális képzőjét. De hozzátette, hogy a szociális bajok oka az a lélek nélküliség, és hogy a legfontosabb feladatunk az, hogy az Isten szent lelkét leesdjük a világra, és hogy együtt működjünk vele, és akkor ismerjük fel a bölcsesség lelke segítségével, hogy mi a bajok oka, és hogyan lehet azokat megelőzni. És hát ezt ismerte el nem régiben a Mincenti Társaság is, kvázi az ő életútját, de igazából azt az életművet, amit a Szociális Testvérek Társasága jelent, hiszen nem régiben Mincenti emlékérmet vehettél át a társaság nevében. Igen, hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és különösen az, amit laudációban ehhez Sós Viktor Attila elmondott, meg ami magán az oklevélen is szerepel, hogy a társadalomban, az egyházban és a közéletben végzett. Így fogalmaznak, hogy elkötelezett, rendíthetetlen lélek és embermentő szolgálatért, és hát Slagta Margit és Salkaházi Sára szellemiségének a továbbviteléért, a nemzetmentő kereszténységet védelmező szolgálatért. Ezek olyan nagy szavak, hogy tulajdonképpen belegondolni is nehéz abba, hogy tényleg mi ezt csináljuk, mert az, hogy Margit testvért csinált, az sokkal egyértelműbb, de valóban a testvérek nagyon-nagyon sok területen és hát frekventált helyeken vannak. Margit testvér kifejezésével fogalmazva a piramisnak a felsőbb szintjein, hiszen ő a munkánkat egy piramishoz hasonlította. Azt mondta, hogy ennek az alapja az a karitász munka, ami nélkülözhetetlen, hiszen kell az embereknek segíteni ott, ahol vannak, abban a bajban, amiben vannak, de nekünk ez csak gyakorló terep, mert igaziból a közélet az, meg a közszellem formálás, ahol legjobban jelen kell lennünk, mert a karitász minden munkája sem képes letörölni annyi könnyet, amennyit mondjuk egy rossz törvény, vagy egy uralkodó ideológia okoz. Úgyhogy hát ez az emlékérem, ez tényleg nagy meglepetés volt, és hát hálásak vagyunk az Úristennek azért, hogy ezt a szolgálatot végezhetjük. Egyébként Mincenti mellett voltak a testvérek, nem csak abban az értelemben, ahogy szokták emlegetni, hogy két férfi van a parlamentben, és mindkettő szoknyát hord, és akkor ugye az egyik Mincenti bíboros, másik Slagta Margit, hanem hát sokféle más módon is, akár úgy, hogy amikor Mincenti bíboros börtönben volt, akkor az egyik testvérünk, Palágyi Natália testvér volt az, aki az édesanyját időről időre elkísérte Csehi Mincentről Budapestre, hogy meglátogathassa a fiát. Aztán később testvérek voltak Mincenti bíboros mellett Bécsben, hárman is tulajdonképpen, és ketten egészen a haláláig. Úgyhogy, és hát Mincenti bíboros nem csak a Tököli úti anyaházunkban járt többször, hanem amikor itt Magyarországon, meg a kelet-európai országokban hivatalosan nem működhettünk, akkor ő Bécsből a Buffalo-ban élő testvéreket is meglátogatta. Számodra mit jelent a bíboros atya? Hát ez érdekes, ez egy nagy fejlődésen ment át. Ugye én szocializmus alatt jártam iskolába, és hát mindenféle rosszat tanítottak róla az ő makacságáról, meg kompromisszumképtelenségéről, és amikor még diákként először töltöttem hosszabb időt a szakrekör nővéreknél Pressbaumba, akkor a kezembe adták az ő önéletrajzi írását, könyvét, és én nem voltam hajlandó elolvasni. Aztán persze
hát később, amikor már végig tudtam ezt gondolni, és mindenféle más információk is értek, akkor nagy hatással volt rám ez a könyv is. De hát nem csak ez, hanem még abban a kiváltságban is részem volt, hogy amikor Mindszenty Bíboros újra temetése volt, akkor én Szombathelyváros képviselője voltam, meg frakcióvezető és ilyesmi, és Vas megyét és Szombathelyet én képviselhettem az ő újra temetésén, és hát ez, tehát nagyon sokféleképpen megtapasztaltam a segítségét. Az, hogy a Mindszenty zarándoklatokon májusban részt veszek, az teljesen természetes, és hát tényleg nagyon-nagyon sok mindenben kértem, és kérem most is az ő támogatását. És hát említetted már Salkaházi Sárát is, hiszen két ünnep között, úgymond itt a karácsonyi időszakban van az ő évfordulója, de ebben az évben pedig egy jubileumot is ünnepeltek, vagy jubileumra is készültök vele kapcsolatban. Hát kettőre is. Neki a halálának a 80. évfordulója lesz idén, december 27-én, és a születésének 120. május-ban, és hát erre a Nemzeti Bank kiad egy emlékérmet. Úgyhogy még majd a hétvégén tervezzük, hogy hogyan ünnepeljük meg ezeket a jubileumokat. Sok-sok jubileumon vagy ünneplésen mondanám, így vagyunk túl az elmúlt évben, de hát ezek nem fejeződnek be idén sem. Reméljük, hogy Margit testvér síremléke is elkészül. Úgyhogy hát talán ez alkalom lesz arra, hogy másokat is bevonjunk ezekbe az ünneplésekbe, de mi testvérek mindenképpen számítunk arra, hogy idén is nyitva lesz az ég, és megtapasztalhatjuk azokat a kegyelmeket, amik rajtuk keresztül érkeznek. Mennyire ismert már úgymond Salkaházi Sára személye Magyarországon? Azért ő volt talán az első, akit itt avattak boldoggá, ha jól emlékszem. Igen. Bíboros úrnak egyrészt ezzel kezdeném, nagyon fontos az ő személye, úgyhogy az újonnan épült újpalotai templomot Salkaházi Sára tiszteletére szentelték fel, tehát ez is egy nagyon fontos dolog számunkra. Most ott fogjuk majd január 20-án zárni a jubileum évet a nuncius úrral, de hát sok helyen megvan az ő, hát nem csak a Dunaparton az emléktáblája, vagy Salkaházi körút Budapesten, meg már teret is neveztek el róla, de Szombathelyen például az újonnan épült iskola, újonnan nyitott iskola is az ő nevét visel, és hát a határainkon túl is van Salkaházi iskola a Felvidéken, és azt látjuk, hogy ő sokaknak fontos, többen nevezték el, vagy hát mondjam így, hogy választották az őt védőszentnek a születendő gyermekükhöz, tehát sokan viselik a Sára nevet úgy, hogy Salkaházi Sára a védőszentjük, és egyre inkább, azt hiszem, hogy egyre inkább ismert lesz ő, nem csak a határokon belül, hanem azokon kívül is. Akkor, hogyha többet lehet majd tudni az idei évre tervezett jubileumokról, mindenképp szeretném, ha visszajönnél hozzánk, és beszélgetnénk még róla. Örömmel. Emma testvér, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ma. Én is köszönöm a meghívást. És hát gratulálok a Mindszenty emlékéremhez. Köszönjük szépen. Az egész társaságnak.